Sziasztok, köszöntelek itt a sütisuliban, hogy csinálj egy próbasütést, hogy milyen tetszik, nem tetszik, jó-e, és utána méltán kerüljön be az ünnepi teríték, az ünnepi menűsorba. Úgyhogy, ha érdekel ez a dolog, nagyon hamar összedobjuk a méteres kalácsot, méteres süteményt édesanyám receptje alapján. Kimért kristálycukorhoz, én adok 2 vaníliás cukrot, mert ez azért jó, és tojás sárgájához hozzátesszük. A mennyiségekről én most akarattal nem beszélek, a videó alatt tudjátok, ott ki lesz írva minden, hogy milyen hozzávaló. Most elkevertük, második lépésnek folyamatosan adunk hozzá olajat, és ezt elkeverjük vele. És most vizet adunk hozzá. Egy sütőport adunk a liszthez, és elkeverjük. Fölvettük, és én kivajasztam egy kicsit a formát, tudjátok, az őszgerinc forma, és ebbe készítjük elő a sütéshez. Jó, a felét kidütöttük a formába, és a másik felébe meg teszünk kakaóport. Tudjátok, már ebből barna 2 kakaópor. És akkor ezt is eldolgozzuk. Kidütöttük a formába, úgyhogy mehet be 180 fokon, egy 20-25-30 perc sül bent a sütemény, és most a krémet készítjük el, aminek lesz egy főzött kréme, puncs puding porból, és ahhoz készítünk még egy vajas krémet, és azt fogjuk összeállítani. Úgyhogy első lépésnek a 7 deci tej. Beletesszük a 2 pudingot, 2 puncs puding. Adunk hozzá ízlés szerint cukrot, én 6 evőkanállal szoktam tenni, és ezt szépen fölfőzzük. Most kezd el szépen sűrűsödni, még azért ilyenkor hagyjuk. Körülbelül most már akkor szépen összeállt, és akkor kihűtjük, és elkezdjük majd a vajkrémet készíteni. A főzött krémünk kint hűl, és akkor most összeállítjuk a vajkrémet. 25 dek a vaj, 15 dek a porcukor, és ezt elkeverjük a géppel. És akkor egy 4-5 cent sütőrumot teszek hozzá. Ez a puncs krémhez, higgyétek el, hogy nagyon jó. Akkor eldolgozzuk vele. Meg kell várni, hogy teljesen klasszul kihűljön, utána meg fölvágjuk szépen. Jó, elkészült ugye a vajkrém, kihűlt, közben a meleg puncs krémünk is kihűlt, és ezt összerakjuk, és elkeverjük.
és itt ahogy adja az őszgerincnek a mérdése, mindenről szépen elvágjuk a csokisat is, meg a nem csokisat is. Közben rájöttünk, hogy ahogy nő a méter, a tálca nem lesz jó. És én úgy állítom össze, hogy így megkenem, és a megkentet teszem hozzá a szárazhoz, mert így jobban tudom nyomni, szebben áll össze, és itt tudod a krém vastagságát is magad, hogy mennyi krémet teszel bele. Összeállítottuk a süteményünket, és akkor most a bevonó csokoládé masszát állítjuk elő. Én a régi anyukám receptje alapján nagyon egyszerű 6 cukor, 6 kakaó és 6 kanál víz. És akkor 6 evőkanál víz. Igazság szerint én még vagy 2 evőkanál vizet tettem bele, mert kívánta. És akkor most jön bele a vaj. Most már a vaj is szépen olvad el. És akkor egy kis csokival még megtámogatom. És teljesen felolvasztom. Gyönyörű szépen felolvadt. Most jön a legnehezebb dolog, kitenni a hűtőre egy éjszakára pihenni. Itt vagyok a kitálalással, másnap reggel nagyon klasszul összedermett, megvágtuk. Én azt gondolom, hogy a látvány magáért beszél. Az a helyzet, hogy mi már megkóstoltuk, hát szenzációsan finom. Szenzációsan finom, és remélem a videó átadja, hogy mennyire egyszerű ezt összedobni, de azért gyorsan meg is kóstolom, de közben mondom, hogy figyeljetek srácok, ezt próbáljátok ki még most ünnepek előtt, és rájöttök, hogy ez nem hiányozhat az ünnepi sütemény repertoárból, karácsony, szilveszter, nagyon finom, próbáljátok ki. Dobjátok össze, nagyon egyszerű, remélem tetszett a videó. Sziasztok, további jó sütést, főzést, és hamarosan jövünk újabb finomságokkal.